Gyerekek, fiatalok és valamivel idősebbek. Sokan kívántak részesei lenni Paja Bea és Lisztes Jenő önfelett, felszabadult örömmuzsikálásának csütörtök délután. Szabadkáról és a környező településekről is egyaránt jöttek el a karizmatikus magyar előadó művészek mindenkit magával ragadó koncertjére. Paja Beáról már régóta hallottam, és mivel hallottam, hogy Szabadkára jön, ezért úgy gondoltuk a családdal, hogy megnézzük. A Facebookon követem a VM4K oldalát, és ott láttam, hogy lesz. Amint a járványügyi szabályozások megengedték, júliusban folytatódnak a VM4K nyári koncertjei. A csütörtök esték másképp, nyár esti koncert sorozatán most Paja Beát és Lisztes Jenőt láthatta a nagyszámú közönség. Azért választottuk Paja Beát, mert nyilvánvalóan a zenei munkásságát nem kell senkinek bemutatni, de szerettünk volna egy olyan koncertet elhozni, amelyben az egész család együtt ünnepelheti. Altatókkal, gyermek és családi, vagy ahogy Paja Bea fogalmazott, nappali dalokkal készültek, azonban felnőttekhez szóló szerzeményeiket is becsempésztek az előadásba. A legújabb fotósorozatra készült tüzes dalokból is hallhatott ízelítőt a közönség. Most éppen a negyedik tételt fogjuk eljátszani a közönségnek, ami konkrétan kükülömenti pontozó, tehát egy ilyen, és csattana, tök jó, ahogy megcsattintottam a kezem, hogy az is egy olyan kép, ahol ilyen valami ilyesmi a gesztus, hogy egy ilyen nagyon nőies, de közben van egy ilyen nagyon határozott férfiassága is. És egy ilyen férfi táncot kerestem inspirációnak, de van benne bolgár zenetet, van benne bolgár 7/8-ados zene, szóval lehet, hogy majd oda beforgatom. A VM4K koncertsorozata folytatódik. Jövő csütörtökön a Kárpát-medence egyik legnépszerűbb együttese, a Bagosi Brothers Company lép fel Palicson. A belépés díjtalan.